Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért tartják a Die Hard 1-et az egyik legjobb akciófilmnek valaha. Oké, soroljuk az okokat. 1. Mert Die Hard azért! 3 év újságírás. Nem, most komolyan, nagy igazság van a kijelentés mögött. A Die Hard első része a műfajában kifogástalan alkotás. A különleges effektek remekek, az akció bombasztikus, a humor herold, az egysorsoltások emlékezetesek és az unalomig ismételhetőek, a főszereplő halálaza és az ellenfél is ikonikus. Most komolyan, melyik akciófilmben volt utoljára akkora rohadék, akinek egy percbe tellett kimondani egy 6 betűs mondatot? De szörnyeteg! Viszont én azt mondom, hogy a műfajának alapkövetelményein túl is rengeteg érték van ebben a filmben, úgyhogy menjünk tovább. 2. John McClane egy ember. 3 év! Igen, ezt mostanság olvastam, és nem tudom, hogy miért nem tűnt fel nekem eddig. Ha megnézzük a 80-as évek akcióhőseit, felmerülhet a kérdés, ez mi? Ez. Most komolyan, se Schwarzenegger, se Stallone igazából nem úgy néznek ki, mint igazi létező emberek, és ezért nagyon élvezetes őket nézni egy ilyen Pokémon küzdelem szinten, de nehéz velük azonosulni. Mikor volt utoljára neked Schwarzeneggeri pillanatod? Bruce viszont ezzel szemben úgy néz ki, mint egy létező ember. Persze kemény, mint a kő és halállaza, de emellett fárad, dohányzik, vérzik rendesen, vannak fenntartásai az üvegszilánkokon jesszeléssel kapcsolatban. Őt így el tudom képzelni, hogy tényleg létezik. És így sokkal könnyebben kapcsolódok hozzá, mint az ipari húsdarálókhoz. 3. Az épület. Oké, ez mostanra már nem akkora nagy szám, de a Die Hard korában az akciófilmek mindig több helyszínen, gyakran egzotikus környékeken játszottak. Na most ez annak a felfogásnak tudható be, hogy az akciófilmeket igazából csak látványfilmeknek tartották, ezért igyekeztek minél szebb, minél izgalmasabb környezeteket vérrel újra tapétázni. És erre jön egy épület! Egy darab épület! Ez akkor baromi bátor döntésnek számított, mert furcsa volt, hogy nem volt benne se dzsungel, se autósüldözés, csak egy felhőkarcol rangásznak fel alá. A Die Hard mégis nagyon jól csinálta ezt, mert ezt a klausztrofób élményt feszültségkeltésre használta föl. És feszültünk rendesen. 4. A párkapcsolati vágyálom. Oké, miért történik minden ebben a filmben? Azért, mert John McClane Los Angelesbe utazik, hogy megoldja a kapcsolatát és a kapcsolati problémáit a feleségével. És mi férfiak pontosan tudjuk, hogy milyen őrült táblatokig tudunk elmenni, csak azért, hogy megszerzünk egy nőt magunknak. Viszont a párkapcsolati problémák megoldása terén már nem vagyunk ennyire jók. És erre jön a Die Hard, a világ leglazább párterápiája. Mert végülis az egész dolog arról szól, hogy egy férfi elindul, hogy megjavítsa a kapcsolatát a feleségével, és közben valahogy ezért fegyvert kell ragadnia. És robbanások és lövöldözés és terrorizmus és hősiesség és megoldódik a kapcsolat. És ez lehet, hogy nem feltétlenül egy eredeti gondolat, de párosítva a második ponttal, azzal, hogy könnyen azonosulunk John McClane-nel, kialakul egy film, ami igazából egy érzelmi katalizátorral és mégis rengeteg akcióval és izgalommal operál. És itt azt hiszem meg is állhatunk, mert már bőven felsoroltunk elég elemet ahhoz, hogy egy fantasztikus filmet kapjunk. Nem csak akciófilmet, filmet. Jó műfaji elemek, kreatív ötletek, emberi pillanatok, fasza akció. És pontosan ezek az elemek miatt a Die Hard mind a kritikusi, mind a közönségi körökben hatalmas siker volt. Jöttek is a folytatások. A 2 abszolút bejött, a 3 is oké volt, a 4 az nekem nem tetszett, bár valószínűleg ez csak azért volt, mert ez a John McClane versus the Internet egy kicsit gáz volt így a túloldalról figyelve, tedd le a kést, kérlek, nem ér ennyit, tedd le a kést. Így vagy úgy azért fantasztikus teljesítmény, hogy 4 részen keresztül nem volt igazán rossz része ennek a szériának. Egészen mostanáig Die Hard 5. A történet szerint John Moszkvába utazik, hogy felelje a fiát, aki, mint kiderült, belekeveredett két orosz üzletember romantikus párharcába, és így együtt kell, hogy szétlőjenek mindent, hogy helyreálljon a szeretet és a béke a világon. Ennek a filmnek egy jó részét Budapesten forgatták. Nem tudom, hogy kéne éreznem magam ettől. Tényleg vicces látni a rakpartot, meg a belváros, meg a sunyiban eldugott parlamentünket, de igazából nem volt egy ilyen WOW! Élmény. És ezt annak tudom be, hogy elvileg ugye a film Moszkvában játszódik, de látványilag ez se nem Moszkva, se nem Budapest. Van benne két látványos épület, egy vörös csillag, két Gangsta Zoli közeli, egy Sarló kalapács, igen, ezt nem értem pontosan, de így kb. Ennyi. Oké, de nézzük meg, hogy miért pocsék ez a film. Készüljetek fel, mert ez hatalmas rugdalózás lesz. Kezdjük a legkisebb, igazából csak szőrőzős problémákkal. Katonai kategóriájú páncélozott kamion észrevétlen odalopakodása egy magas feszültségű bírósági tárgyalás helyszínére. Te meg mit bámulsz? Igazából semmi. Nyílt utcai fényes nappali belvárosi helikopteres ösztűz egy híres épület ellen, amit a katonaság így lazán átkanasztázik. Kínosan egyértelműen átmatricázott rendszámtáblák. Bruce Willis nem létező sebekből vérzik.
nincs is kedvem tovább sorolni, ezek csak ilyen kis apró, ilyen tipikus akciófilm problémák, de bum. Viszont megyünk mélyebbre. A termék elhelyezés például szerintem egy kicsit túl lelkesre sikeredett. Engem igazából nem zavarna, hogy minden, ami ebben a filmben négykeréken gurul, az Mercedesből van, mert kell a pénz, megértem. De az azért túlzás, hogy az a terepjáró, amit kamerás hibától elvesz Bruce Willis, az annyira törhetetlen, hogy ez már nem termék elhelyezés, ez már egy ilyen abszurditásba forduló reklámanyag. Én egy férfi vagyok. Ezért szükségem van egy olyan autóra, ami ezt elmondja róla. Ami biztonságban tartja a családom. Ami példátlanul gyors és gyakorlatilag ütésálló. Ami játszik könnyedséggel letve az útról egy páncélozott kamiont. Ami Mercedes. Na, adjuk már a hülyeséget! Van a strapabíró autó, meg van a tank! A másik már komolyabb problémám a mellékszereplők terén van. És félreértés ne essék! Jai Courtney abszolút jól funkcionál, mint Bruce Willis fia. Viszont a gonoszok, főleg Hans Gruberrel szembeállítva, annyira mellőznek mindenfajta stílust, hogy egyszerűen csak hatástalanok, és az orosz csaj... Julia Snigir? Mi van ezekkel a nevekkel? Julia pedig egyszerűen pocsék. Van egy jelenete, és ez garantálom, hogy mindenkinek fel fog tűnni, amiben egyetlen egy darab érzelmet kéne közvetítenie. De ő így azt mondja, hogy leszarom, játsszuk végig az egész palettát. Szia! És még így is a közelébe sem vagyunk a legkínosabb részeknek. Jó, vágjunk bele! A forgatókönyv fájdalom! És még nem is az alaptörténettel lenne baj, mert szerintem abban lenne potenciál, sőt, van benne egy fordulat, ami engem igazából meglepet, annak ellenére, hogy nem igazán csináltak vele végül semmit, de az igazi mizéria, a földön túli kín, azok a beszélgetések! Bázd meg! Amit Bruce-nak és Jajnak le kell tolni a dialógus terén, mint apa és fia, akik megpróbálják viccesen, de azért mégis komolyan megoldani a problémáikat, az olyan, mintha egy 10 éves kislány írta volna. Fiam, én szeretlek. Én is szeretlek, apám. Nem, nem érted. Én abszolút szeretlek. Én nagyon szeretlek, de én annyira szeretlek, hogy azt nem tudom szavakba önteni. Írtam is egy verset. És nekem semmi bajom nincs ezekkel a témákkal, csak vegyük észre, hogy ez a Die Hard, nem az én pici pónim. És még egyszer, a történet abszolút lehetett volna baromi jó, és a konfliktus abszolút lehetett volna baromi jó, csak a szöveget abszolút elbaszták. És igen, abszolút hallom az éteren keresztül, ahogy követelitek az akció jelenetek értékelését, és... Oké, a kezdő autós üldözés minden irreális eleme mellett baromi jó volt. A végén az utolsó akciójelenet szerintem kifejezetten kreatívan volt megkoreografálva. De a Die Hard ennél több! Az akció itt van, és aztán jönne a humor, és a kreatív karakterek, és az izgalmas történetvezetés. De nem jön. Sajnos a rosszul megírt forgatókönyv és üres karakterek és hiányzó humor miatt az egész baromi unalmas lesz. És ezzel a véleménnyel nem vagyok egyedül. Van még egy ember ezen a világon, aki biztosan egyetért velem. Bruce Willis! Annyira unja magát ez az ember, hogy ez fantasztikus. És nem azért, mert öreg, azért, mert nem kapott semmit, amivel dolgozhatna. Ebben az évben már láthattuk, hogy mire képes Bruce Willis, ha adnak neki egy jó karaktert, amivel tényleg tud játszadozni. De itt kiül az arcára ez a... És ez mindig jelen van, főleg akkor, amikor ezeket a baromi üres, totál értelmetlen dialógusokat kell valahogy bászorra vinnie. Ja, elmúltak már azok az évek, ha? Igen, ki tudja. A fiamat keresem amúgy. Azért jöttem Moszkvába. Igen. Nem tudom, hol van. Azt hiszem a bíróságon. Hozza neki valaki egy dupla eszpresszót! Igen, és Red Bull-nal főzzétek le, légy szíves! Ha már Bruce is unja, én nem tudok mit csinálni. Értékeljünk. Hát srácok, ezt a filmet abszolút nem érdemes megnézni. Higgyétek el, nekem is fáj, de így van. Pontosan ezért társaságnak én a magányt javasolnám, fogyasztani pedig egy cián kapszulát. Ez van. Viszont kaptunk egy másik filmet is ezen a héten, ez pedig a... Varázslatos kreatúrák. Lenyűgöző teremtmények. A héten megkérdeztek titeket Facebookon, hogy melyik film érdekel jobban, ez vagy a Die Hard. És bár a Die Hard nyert, azért észrevettem, hogy nagyon sokan szavaztatok a mágikus cuccmerákokra is. Viszont ezzel azért nem foglalkozom. Whoops! Azt hiszem, hogy ez egy jel. Oké, bármit is csináltok, nem szükséges, jó? Meg fogom nézni, és biztos nagyon fogom szeretni, annak ellenére, hogy ez is megint egy ilyen tiniknek gyártott romantikus franchise. Az abszolút az én területem, nagyon szeretem, és Jeremy Irons!